Anyanyelvünk szépségei. Ebben a műsorban szeretnénk önökkel megszerettetni anyanyelvünket, megmutatni, hogy milyen gazdag, milyen szép, milyen különleges, és hát ehhez első feladatunk, hogy mi magunk is szépen beszéljünk itt a műsorban. De nagyon sokszor játszunk a nyelvünkkel, a szavakkal, vagy éppen hírt adunk különleges eseményekről, vagy megjelent könyvekről, dokumentumokról. Most nagyon örülök, hogy hírt adhatunk arról, hogy kezdődik a magyar nyelv hete. És ahhoz, hogy erről beszélgessünk, nagy szeretettel köszöntöm Muszka Ágnest, aki az Anyanyelv Ápolók Szövetségének ifjúsági tagozatának vezetőségi tagja, és hát bizony ilyenkor rengeteg tennivaló van, úgyhogy először is szeretettel köszöntöm. Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntök minden nézőt. Ez most az 51. magyar nyelv hete, tehát már 1967 óta ünnepeljük minden évben a magyar nyelv hetét. Idén az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat együtt szervezte meg ezt a programot, ami nagyon színes program, hiszen országszerte, sőt a határon túl is több mint 50 program lesz ezen a héten. A megnyitó kedden Nagyváradon volt, ami azért is különleges, mert az 51 év alatt ez az első olyan megnyitó, amelyet határon túl szerveztek meg. A reformáció nyelvi hatásainak jegyében zajlott a megnyitó, tehát a téma az a reformáció és a nyelvnek a kapcsolata volt, amiről így hirtelen talán senkinek nem is jut eszébe semmi, hogy milyen köze lehet a reformációnak a nyelvhez, ami azért érdekes, mert hogy ezáltal is azt látjuk, hogy az anyanyelv, a magyar nyelv, az nagyon sok témához kötődik, tehát ha az anyanyelvről beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy helyesen, hogy kell mondani dolgokat, hogy mi maga a nyelvművelés, hanem nagyon sok olyan része is van, ami a különböző kulturális részekkel. Emellett pedig számos és nagyon sokféle különböző program lesz ezen a héten. Lesznek előadások, elsősorban Arany Jánossal kapcsolatos előadások és programok vannak, hiszen azért is különleges ez az év, mert 2017 Arany János születésének 200. évfordulója. Hát ehhez csak annyit adalékul, hogyha megnézik ezt a kis segítő füzetet, akkor bizony ebben annyi program van, hogy már az is időt jelentene, hogy ezt mind végigolvassuk, de úgy tudom, hogy saját honlappal rendelkezik a szövetség, tehát ott lehet barangolni. Így van, az Anyanyelv Nyelvápolók Szövetségének van egy saját honlapja, az anyanyelvápoló.hu, és itt amellett, hogy próbálunk különböző ismeretterjesztő nyelvi cikkeket írni, igyekszünk helyes írási kvízeket, nyelvi játékokat feltenni. Nagyon nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy a különböző anyanyelvi, nyelvi, nyelvészeti programok helyet kapjanak, és van egy naptár részünk, ahol mindezek megtekinthetők. Tehát akkor gondolom, hogy aki szeretne pontosabban tisztában lenni azzal, hogy mi is ennek a hétnek a teljes programja, annak tényleg csak azt tudjuk ajánlani, hogy itt nézzen utána, mert nagyon-nagyon sok program van. Arról lehet tudni, hogy most a TIT miért volt ez fontos, hogy együtt szervezzék? Az Anyanyelvápolók Szövetsége igyekszik együttműködést kötni olyan más szervezetekkel, akiknek az értékrendje hasonló a miénkhez. Nemrégiben például az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségével kötöttünk egy ilyen együttműködési megállapodást, a legutóbb pedig a TIT-tel kötöttük ezt a megállapodást, és ezért is volt fontos számunkra, hogy egy ilyen programot, mint a Magyar Nyelv Hete együtt szervezhessünk meg. És most kitérünk egy olyan témára, ami szerintem nagyon fontos, és nem véletlenül hívtuk meg az ifjúsági vezetőségi tagot, hogy vajon, hogy lehet a fiatalokhoz szólni egy olyan témáról, amit általában iskoláskorban, jaj, már megint nyelvtanóra, vagy irodalomóra. Szerveztünk egy Arany János kalandtúrát, aminek az volt a felhívása, hogy járj Arany János lábnyomán Budapesten. Interaktív irodalomóraként is hívhatjuk, vagy úgy is hirdettük meg, hogy azok a csapatok, akik erre jelentkeznek, ellátogathatnak olyan helyszínekre, amely Arany Jánoshoz valamilyen módon köthető.
És azok, akik ezen a programon részt vesznek, egyfajta egy élményszerű oktatásban vesznek részt, ugyanis nem csak az a cél, hogy egy jót sétáljanak Budapest belvárosában, hanem az is a cél, hogy tanuljanak valamit, tanuljanak Arany Jánosról, ismerjék meg azt a tevékenységet, amit ő végzett, és amit talán a tankönyvből nem is lehetne igazán jól átadni, hiszen ha arról beszélünk, hogy ő a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott főtitkárként, akkor valószínűleg sokkal jobban megmarad a gyerekeknek, hogyha látják is a Magyar Tudományos Akadémiát, látják az ott lévő emléktáblát, és sokkal jobban összekötik, hogy Arany János is tényleg itt járt, és tényleg itt dolgozott. Illetve igyekeztünk mindenhova ilyen kis színes történeteket összegyűjteni, olyanokat, amik szintén csak a tankönyvben nincsenek benne, vagy nagyon ritkán, nagyon eldugott kis helyeken, és úgy átadni ezt a tudást, úgy átadni Arany Jánosról valamit, arról a korról, amiben ő élt, a Petőfivel való barátságáról, hogy azt élményszerűen el tudják képzelni, hogy ez a játék, ez a kalandtúra, ez a másfél-két órás túra, amikor végig mennek a különböző állomásokon, ez minél inkább interaktív legyen, minél inkább tényleg bele tudják magukat képzelni abba a helyzetbe, abba a szituációba, ami Arany Jánost foglalkoztatta, amivel ő foglalkozott, és mindemellett pedig különféle rejtvényeket, játékokat is tartogatnak azok a kis borítékok, amiket a különböző állomásokon föl kell nyitni. Benne vagyunk a hétben, hiszen 24-től 28-áig tart a hét. Például az ilyen programokra már jelentkezni kellett, vagy még esetleg valahol valamerre el lehet jutni? Az Arany János kalandtúra jelentkezése már lezárult, többek között azért is, mert megtelt. Tehát a meghirdetett férőhelyek száma az teljes mértékben úgymond teltházas lett, úgyhogy arra sajnos már nem lehet jelentkezni, de a honlapon is fennlévő programokra, előadásokra, azokra még nyitott, én úgy tudom, a jelentkezés, sőt, nagyon sok olyan program van, ahova jelentkezni sem kell előzetesen, hanem egyszerűen, ha valaki csak oda megy, akkor részt vehet akár egy ilyen megnyitón, akár egy könyvbemutatón, akár egy előadáson. Kik azok a legkisebb korosztály, akiket még érdekelhet, vagy érdemes elvinni? Programja válogatja, én azt mondom. Vannak olyan tudományos előadások, amelyek kifejezetten hát nagyobbaknak szólnak. A mi programunk például a kalandtúra az nem volt korhoz kötött, mert azt gondoljuk, hogy ott már egy általános iskolás, egy felső tagozatban lévő általános iskolás is megértheti, vagy meg tudja oldani azokat a feladatokat, amiket adtunk, de lesz például élménynyelvtanóra, ami azt gondolom, hogy akár egy kisebb korosztálynak, akár tényleg egy általános iskolás. És az mit akar? Hát részt kell rajta venni elsősorban. Nem árulunk el minden titkot. Ezt Minya Károly tartja a Nyíregyházi főiskolának a docense, és hát én tényleg azt mondom, hogy a nyelvtanóra, vagy bármilyen olyan óra, amire a középiskolások, általános iskolások beülnek, nagyon sokszor tényleg nem csak abból áll, amit a tankönyvben olvasunk, mert hogy ez így ott van körülöttünk, és egy ilyen élményszerű oktatásban talán sokkal inkább át lehet adni ismereteket, úgyhogy én például ezt a programot tudnám ajánlani mindenkinek. Tulajdonképpen annyi maradt hátra, hogy hívja meg nézőinket, hiszen az 51. magyar nyelv hete nagy dolog. Így van, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.